A podcast működését a Podcast Pioneers a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Biztos, még gyorsan hidratálni próbálok, csak a gyerek zár, <laughs> Nem baj, ezt vettük. De mondom, nagyon, nagyon jó blooper lesz az elejére szerintem. Figyelj, lesz itt minden. Én a összevágnám. Mm. Én meg benne is hagyom ezt, úgyhogy ezt most már látják is a kedves nézők. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Visszapillantó című műsorban, nézőket, vendégeket egyaránt. Egy kis kitekintés méghozzá az ország nyugati feléről, kérem szépen. Nagy nehézségek árán, de sikerült összehozni, és most itt ülünk egy asztalnál a sűrű elfoglaltságok mellett. Balotomival, az MH. Bollatomival. Bolla Tomi! Eltévesztetted. Bola Tomi, úgy, hogy egy dologra koncentráltam, hogy az MH vlogot ne rontsam el. De, de figyelj, te vagy az első, aki nem rontotta el helyette. Te ezért te... nagyon szépek. Abszolút pacsi. <laughs> a nagyon durván. Gyerekek, egyre durvább az a helyzet. Szóval erre hegyeztük ki először. Abban maradtunk, hogy ezzel fogunk nyitni rögtön, hogy MH vlog, és hogy sokan eltévesztik, hogy MHV. Igen, magát hogy adja, ja, adja, adja magát az, az mhv vagy hogy vlog, ugye, igen. Adja az MHV, MHV rövidítés. De ugye mi ennek hallgató videó blog volt az elején, tíz éve. Aztán valamilyen oknál fogva valahogy lediplomáztam, és már nem vagyok mérnök hallgató, és ezt így megtartottam, mert nem volt jobb ötletem. Ez a valós sztori az egésznek. Először én ugye az MH-ból, tehát a honvédségből eredeztettem így fejben, így. gondolom. Többen voltak így. Oké, okay, de akkor ez így megmaradt. Na jó, oké, okay, mérnök hallgató vagy, itt most egy ilyen lólépéssel belementünk rögtön a közepébe, oké, okay, nyilván, uh -huh. hát ez a magyarázata az egész történetnek, meg a névnek. Na honnan indult neked a gépek szeretete, ez az egész buzéria? Hát ez a jó kérdés. Én mindig is, amit eszembe tudom, ha csarúzó volt a közelemben, én szétszettem dolgokat. Így gyerekként is próbáltam építgetni, alkotni. Emellett meg hála szüleimnek rengeteg legót kaptam, amit hát úgy rengeteget, hogy amit már tudtak engedni maguknak. És az évek során így van otthon még mindig egy jó 20 kilónyi legóm, amit, amit gy adott a adott vasárnapi program, hogy ugye délután mentek ezek a tipikus filmek, az a csak Norris, Szágoldovi para, stb. Knight Rider, ilyesmi, és uh, én, én, meg ott letettem a kis szőnyeget, kiöntöttem rá a Persziles a Legót, ezt kis pohagyatok, mert ez, ez, nem reklám. De egyébként, egyéb, 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 nagyon jó elfér a, a Legó benne, szél, csak jó. mondom. Ö, és én legóztam, építettem, soha nem építettem, újra azokat a kiteket, amik ugye a leírásban szerepeltek, hanem mindig valamit saját magamtól. És az így tovább fejlődött, hogy akkor nagypapámmal kimentem a bolha piacra, az innen jött egyébként ez a dolog, hogy akkor ott vettem távirányítós autókat, és elkezdtem azokat magamnak szerelgetni, próbálkozni. És ebből szépen lassan fejlődött tovább. Amikor ugye elmentem középiskolába műszaki témájú középiskolába mentem szakközépbe, onnan pedig hát egyetemen kötöttem ki. És így igazából ez mindig velem volt, én mindig imádtam az autókat, a amíg nem lehetett autóm addig, vagy, 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 bringákkal foglalkoztam, vagy motoroztam, hát uh, voltak abból is sztorik, mondjuk azok már elévültek, úgyhogy azt már lehet. Uh, tehát tehát oh, 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 na nagyon-nagyon jó, gyerek voltam, a szüleim tudnának róla mesélni, nem véletlenül vannak őszhajszálaik, uh, de igazából nekik is köszönhetem azt, hogy ezekkel is foglalkozhattam meg, emellett meg egyszerűen ez az érdeklődési köröm. Ez mindig is ez volt. A legokból mi épült? Mert ugye mondtad most a távirányítós autót, uh -huh. oké, de a legokból, hát abban azért ilyen négy kereküt, együtt lehet természetesen lehet. nyilván, de le hogy le le úgy, le úgy, tec technikről beszélünk, Na, tehát jó, jó hát technik hát, az, az már Isten. Oké, jó. Tehát, uh, tudom, hogy ez a sok legós megsértek, de akkor is technik az Isten. Hát a duplósok most... Igen, a duplósok, duplósok most... Igen, a műanyag kiskés veszik elő, de de, de, tulajdonképpen uh, én ilyeneket építettem, hogy maguk az autó hajtáslánccal, tehát kétsebességes uh, váltót építettem Legóból, meg ilyeneket. Hát meg voltak hozzá a fogaskerek, ilyesmi, és akkor amit, persze, amit engedett az alkatrész készletem, abból a lehető legjobbat kihoztam. És szerintem én mindig van egy összeépítve, egy, egy traktor a legutolsó, és az benne is van a vödörbe. Meg kell nézni, mert föl van a padlásán most, hogy így mondod, most egyébként nagyon meg kéne néznem, mert mostanában igen sokat legóztam megint, mert mióta ugye a legót lehet venni a távol keletről is, legó kompatibilis uh, eszközöket. Majd, hogy nem legó, igen. Majd nem legó, hát nem olyan minőségű, de nagyon uh, hozza a feelinget. Azóta így uh, hát mo most egy programozható legó készlet ké kerül. Ha minden jó megy, már nem sokára hit lesz az is úgy, hogy... Hát... Avas minket légy szíves, mi, aki a dupló vonalon vagyok, érintett ebben a dologban inkább, mint a technikról vagy vonalon. A programozható LEGO az mit akar? Az azt akarja, hogy van egy kis programozható egységben, amivel lehet motorokat, szervókat vezérelni. Tehát ez van egy viszonylag egyszerűen ilyen ilyen blokkháló programozási megoldás. Ugye nem volt még szerencsém hozzá, tehát a, a, ugye ez a Mindstorms készlet a Legóból, ha valaki esetleg érdekel. Most pont megnéztem a Lego boltba, hát többe került, mint a Citroen, amivel jöttem, és gondoltam, akkor kipróbálom ennek a, hát a pici olcó kínai megoldását, mert miért ne. És gyakorlatilag egy ilyen, nagyon hasonló a PLC programozásához, a ilyen vizuális programozási megoldáshoz, ezeknek a legoknak a programozása, amiket néztem meg a YouTube-on, és gondoltam, kipróbálom magamnak. Tehát tudod, be tudod állítani, hogy, merre, hogy tehát melyik kimenet mit csinálja, meddig csinálja, azt lehet és vagy kapcsolatokat csinálni. Tehát igazából egy alapprogramozást tudsz vele. Úgyhogy, de az a baj, hogy ez, ez annyira nem értek. Tehát ez, ez, még csak most fog jönni Kínából, és lesz róla egy tök jó videó YouTube-ra, amit meg fog nézni három ember, és ezt élvezni fogja. Ennél azért talán egy kicsit többen fogják Igen. még megnézni, még hogyha abszolút ér, nem is érintettek a történetben. Mm. Mi volt az első autó, a járműveket említetted, a, ha a járműnek mm -hmm. minősítjük nyilvánvalóan a robogókat, motorokat. Mm -hmm. Mi volt az első négykerekű, ami a az saját tulajdonok Az volt első négykerekű egy Peugeot 306-os volt, egy hihetetlenül combos motor, egy 11 egy benzinessel, mivel szüleim nem engedték, hogy nagyobbat vegyek. Össz, össz, minél nagyobb kaszni, minél kisebb motorral ez a kombináció. Egyébként én Trabantot szerettem volna venni, de azt azért nem engedték, mert... Túl kicsi volt a kaszni az 1.1-es motorhoz. Túl kicsi és törik. Egyébként nem az 11 egy hanem 600 a 601-est. Egy egy mm. És ebből egy, egy egyes Peugeot lett. Egyébként én nagyon szerettem az autó is a 306-os Peugeot-kat, tehát ez egy tök jó kis autók. Hát ö, azzal az autóval voltak kalandok bőven az még a videós korszak előtt volt, még fórumokra tettem ki róla képeket, meg ilyesmiket, de azokat nem találtam már meg azóta. Tehát valószínűleg az, hogy az internetnek a jótékony homája elfette őket. Tehát uh, a, arról az autóról van videó nagyon-nagyon réges régről. Azt hiszem a, a, a hogyan ne cserélj hengerfejet, vagy hogyan, hogyan ne hengerfejezd meg az autót, vagy mi volt a címe. Sokat ígérő egyébként. Ez egy nagyon jó videó el. volt, a Hénz manuál alapján, meg a saját is elképzeléseim alapján, akkor még ugye nem voltam annyira gyakorlott az autószerelésben, de próbálkozni lehet, meg lelkes az ember. Megpróbáltam hengerfejtömítést cserélni, mert hát hengerfejes lett a kocsi. És tök jó, sikerült, működött, vagy nem, a vezérlés cserélt, nem henger, cseréltem. Nem hengerfejes, vezérlés probléma volt. Így cseréltem a vezérlést, működött, egy darabig, és hát ugye ott az a probléma, hogy túlságosan szorosra húztam a szíjat. És hát egy agresszív kigyorsításnál... Amely a... Véter nagyon ritkán fordult elő, de a akkor ső, pont... Fiatalon uh, suhansként soha senki nem csinál agresszív kigyorsítást. Én sem, én csak egyszer csináltam, elég elég is volt. és <laughs> Régtik, hogy rá is fáztam. <laughs> <igen? gül> hogy rá fáztam, igen. Üm, igen, tehát egy agresszív kigyorsításnál a vezérés azt mondta, hogy ő itt odéblép kettőt-hármat. Összeütött a motor... De, de ugye nem tépte le a csak a játugrott. És én, én még az az autóval úgy, hogy nem minden szelep zárt, meg <laughs> ilyesmi el, elmentem a műszaki időpont végéig. Az volt az utolsó nálam töltött két hónapja a kocsinak. De azzal, hogy két foggal volt már a vezérlés, vagy aztán visszaraktad. Az, visszaraktad, ja, ja. csak ugye mivel megütötte a szelepeket, már ja, nem ja, nagyon jaj. volt benne kompresszió, de azért még egy kilencvenet tudott menni jó, hát ez így ez a szombathelyi belváros típusú, tehát a szombathelyen belül elgurigáztam vele, és a, a műszaki lejárt előtte egy nappal, én meghirdettem, hogy a player is akár vihető, mert hát ez volt sajnos, annak ott vége volt nálam, és adtak érte egy Playstation 1-t. Nem, Xbox One, Playstation, Playstation One. Gratulálok, Tomi. Egy kicsit izgulok így a felvétel miatt, csak így a kamerában Ne izgulj, hidd el. Én így... már úgy leírtam magamat az első percben, hogy... Na, nagy, 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 nagyon ritkán nagyon vagyok kamera előtt és egy kicsit így frusztrál. Ezt gondolom, igen, igen, igen. igen. Oké, okay, és akkor uh, volt egy Xbox One-od. Igen. Uh, Feltettem rá a nitfoszt, és boldog voltam vele. És ott nem kell fejezni. Igen. Meg vezérés cserélni. Igen. És utána vettem a Trabantomat, ami aztán valamiért... Valamilyen oknál fogva hát megalapozta a YouTube karrieremet. De ez az 601-es? 601 mm -hmm. a kombi. Mm, Ugye, universal. az az, az alapkombi sorozat, ami. Ö, hát ott, ott volt egy olyan, hogy én, én addig is láttam a YouTube-ot, tehát én az egyetem óta csináltam a ezt a kis YouTube-ozgatást, három adgattam, meg csináltam a kis kötyűs hülyeségeimet, ami, amire volt egy egész, tehát pár ezer fős felvevő közeget, 2014 15 öt írunk, tehát ö, az még a YouTube nem a hőskora, de a hőskor után. Akkor már azért beindult, igen. Igen, tehát ez a Freddy D. korszak után jó pár évvel, és azt az hogy egész jól működött, nekem tök jó stresszlevezető volt így az egyetem mellett, meg késő munka mellett is, és ott megvettem ezt a Trabantot, mert mindig is volt, volt, a vágyam egy Trabant, találtam is egyet tök jó, akkor még lehetett értelmes három Trabantot venni, hát most próbálj meg olyan Trabantot venni, ami műszaki is, meg működik, meg rendben van. Azt hiszem 100-110 ezer forintért vásároltam azt a Trabit. Jó, hát utána a 15-szörösét költöttük rá, de, de ott elkezdtem fölöiggatni. Se eszköz, se hely, semmi, de volt hozzá három különböző manuálom, ugye könyvem, amivel lehetett indulni, hogy hogyan kell trombantot szétszedni, meg összerakni. És hogyan csináld, nagy kérdőjelen a borítást? Igen, igen, az, az hmm. megvan, az is, meg van a nagyobb formátumú is. A... Fú, most meg nem mondom, azt hiszem, hogy a egy, azt hiszem a címe. És, és hát ott történt az, hogy tizen hatban talán, hogy karácsony napján, december 20 24-25-ére viradóra valamiért, 3000 feliratkozón volt Youtube-on, és puf, 9000. Nem tudom akkor mi történt, hogy hova került ki a videó, vagy és a trabantos videók után ez csak így felrobbant a Youtube. Ezt kérte a Jézus Kától, nem, nem, nem pont így kértem, de egyszerűen az, azóta sem tudom hova tenni azt, tehát az egy ilyen érdekes anomália volt az internetben. Én annak tudom be, hogy ezt a fajta uh, műsorszerűen újítsuk fel az autónkat, uh, videókat nem láttam akkor, tehát nem nagyon volt Magyarországon. Kint már volt, mert a b for build alapján kezdtem el csinálni ezeket a videókat. Hát nyilván minden youtuber másik alapján csinálja, csak mondom, esetleg a nézőknek nem tudják. Tehát uh, külföldiából megnézzük, hogyan kell, és akkor itt magyarisztán van, meg szépen mi megcsináljuk. Ez a YouTube-nak a receptje, ha esetleg valakit érdekel. Sok szerencsét mindenkinek, <laughs> hajrá! Nekem nem egyébként annyira nem, de, de ugye, ugye, ott volt egy működő, hát most már milliós feliratkozója van az, a srácnak, akkor még ilyen százer körül járt, és mondom, ezt meg tudom csinálni én is. És ezt meg lehet nézni egyébként a korai trabantos, az első trabant felújítás egy-kettő ilyen videókba. Nagyon amatőr, nagyon, hát mostanihoz képest, de egyébként akkor ez egy tök korrekt tartalomnak minősült. Nem tudom. Az a baj, hogy ez így nehéz megítélni, ezt inkább kívülről lehetne jól megítélni, de, de körülbelül ott indult el a nagy youtuberkedés ebbe az egészben. Oké, okay, mondtad, hogy előtte megvoltak már ezek a kütyűs uh -huh. videók, és, és azért volt ennek egy közönsége is. Ezzel a trabantos buli, ha jól értem, akkor ez egy buli volt részedről uh -huh. dobni a Youtube-ba, hogy akkor nézzük meg, hogy akkor a trabira mit ha csinálnak. Ha már videót mindenről. És akkor, ha így beindult, akkor ez... Lehet, egy furcsa lesz a kérdés, de hogy ez valaha neked már volt olyan cél, vagy már van olyan cél, hogy igen, kifejezetten a Youtube-ra, ide gyártunk, ide csináljuk ez most, naptár, schedule, best. Most ez tehát van. Most már most muszáj ez ezt csinálni. Mikor e... fordult ez át? Mikor? Ez mi, jó, minek ez minek jó köszönhetően? Értés. Hát ugye. Akkor még ugye nem volt ebben. Tehát, hogy a YouTube-ban meg az egész online videógyártásban, a nem nagyon volt pénz lehet, hogy kiszedjél belőle valamit. Persze te tetted bele, mert tök jó volt, mert imádtad csinálni. Én is így voltam előtt, ez a, ez a... azért csináltam, mert, mert jó volt, mert érdekes volt, meg, 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 meg maga ez, ez a videókészítés része fogott meg tulajdonképpen, hogy, hogy oké, okay, hogy megcsinálom ugyanazt, amit amúgy, is megcsinálnék. Tehát ezeket amúgy is csináltam. A Peugeot amúgy is foglalkoztam, mindegy megcsináltam ilyeneket. De mellette ott volt az, hogy ebből te egy sztorit kreálsz, idézőjelbe kreálsz, mert ott a sztori igazából csak fölveszed, és azt valahogy úgy fogyaszthatóan tálalod, ahogyan esetleg te is megnéznéd mondjuk. És ugye ez egy második hobbiként jött be gyakorlatilag az életembe, és minden mai napig úgy tartom egyébként, hogy ez az, mert te, hogyha nagyon a profit maximalizásra hajtanék, akkor, akkor nem biztos, hogy így csinálnám a dolgokat. Ez, ez, egy ilyen, hát persze most már ugye, hogy ebből élek, ez egy kicsit olyan, Furcsa erről beszélni, mert ilyen pejoratívan hangzik még mindig itthon ez, ez a, ez a valaki a kreatív tartalomból, abból, amit csinál, abból él. Legyen az bármilyen minőségű, tehát minőség is relatív, tehát kinek mi. Mm -hmm. Van, aki szerint, amit én csinálok, az nagyon tök jó, van, aki szerint, meg egyébként a legnagyobb szenny az interneten, ami csak létezik. Tehát ez, ezzel nem tudok mit kezdeni. De Igazából akkor fordult át úgy, hogy most akkor egy kicsit jobban megtoljuk, hogy akkor jobban ráfekszünk, egy kicsit akár technikai oldalon is meg minden, amikor már valamennyi jött belőle kicsit vissza, és eddig is láttam a külföldi példákon, hogy ugye, nem, addig is láttam a külföldi példákon, hogy itt ez, ez akár egy, hát nem is megélhetés szinten, csak tudod, ez a finanszírozza a hobbimat, mm -hmm. Tehát akkor gyakorlatilag... Tehát legalább visszahozza mondjuk igen, a Igen, tettük. igen, igen, igen. Tehát ez egy kicsit így megtolja a hobbi költségvetést, ami amúgy is megvolt. És akkor, akkor rámentünk arra, hogy akkor jó, akkor legyen egy kicsikét érdekesebb, egy kicsit így próbáltam úgy is venni a dolgokat, nem csak azt veszem fel, amit csinálok, hanem úgy is veszem fel, hogy egy kicsit ö, ö, műsorosabban legyen jobb, legyen hú, hú, de nem tudok erről beszélni. De most erre rájönem. Jó, jó, de aggodalomra le... sem jog. Figyelj, a, de azt említetted, mert itt elkocsogtad az előbb, hogy ugye a munka mellett már, meg stb. Uh -huh. Tehát akkor, ö, akkor te mivel foglalkoztál? Tehát mi mellé lehet beilleszteni ezt a dolgot. Már aki azt mondod, hogy hobbi? Hát ugye én, én, én végeztem az egyetemen, én termékfejlesztőmérnökként dolgoztam elég sokáig, aztán utána gyártásban, meg gyártosmérnök is voltam. Tehát igazából mérnöki munka mellett, tehát én egy 8 órás rendes mérnöki munkában voltam. autóipar egy cégnél voltam termékfejlesztő mérnök, és emellett otthon, délután, hétvégén, éjjel, amikor amikor erre volt idő. Ugye a, akkor még nem volt ez a, tehát, a... akkor még nem feszélyeztem magam annyira, hogy most akkor le, legyen videó, ne legyen videó. Igyekeztem ezt a heti... Egy egész szó sikert ezt a heti videó, egy darab videó mennyiséget tartani akkor is, de, de ez tényleg olyan volt, hogy munka mellett nyomtam, mind az őrült. Tehát ez kicsit jut a visszagondolva, főleg, hogy a a tavaly, tavaly előtt volt egy ilyen nagyobb, ö, hát nem mondom, hogy kiégésem ebből az egészből, de akkor viszontosan megtoltam azt az évet, tehát azt, azt ott éjjel-nappal nyomtuk. Tehát, ö, heti három videók voltak úgy, hogy az, az, azok rendesen, hm, roadmovitok, ez minden volt, és akkor volt egy kicsit ilyen leállá, leállás gyakorlatilag ebből, hogy egy kicsit így vissza kellett vennem, mert az év, decemberre teljesen meghaltam, és Ugye, ugye akkor ott még nem volt ez a stressz, nem volt semmi ilyesmi, ha lesz videó, lesz videó, nem lesz videó, nem lesz videó, pár ezer forint visszajött belőle, hogy örültem neki, hogy wow, van értelme így, még amellett, hogy megcsinálom magamnak, még van egy kis plusz belőle is. És mi volt a kérdés, honnan kezdtük ezt el? Mint mondta csapatom. Nem, nem is tudom, de jó, jó mesélj, ezt Ö... ne A munka, tehát a jó, munka te... mellé, hogy férez be, és akkor itt van... E -egy, egy szóva sehogy. Aha. Tehát ha valaki tényleg komolyan próbálja ezt csinálni, ez, ez iszonyatos mennyiségű munka. Pluszba. Tehát minden egyes munkafázist két szorosára nyújt. Hogyha te ezt videózni is akarod, azt jól nézzen ki, akkor még mellettem esetleg narrálni is akarod a saját magad dolgát, és akkor utána még este neki azt vágni mert ugye hát abból videót is kell csinálni, abból a rengeteg katyfaszból, amit felvettél. Tehát uh, meg lehet csinálni. Mert simán meg lehet csinálni, én is megcsináltam. Uh, sok mindennek a rovására megy. Tehát uh, volt barátnőm, akivel így szétmentünk azért, mert én ilyen fanatikusan nekiálltam ezeknek a dolgoknak. És ez, ez uh, hát igen, valamit valamiért, ugye, hova szkilleled a karakteredet az életben, <laughs> ha már úgy is, most már túl sokat játszottam, <laughs> de, de meg lehet csinálni munka mellett, meg hát ugye egyetem mellett kezdtem el. Tehát eleve mindig, mindig úgy mesélem ezt a sztorit, hogy úgy azért kezdtem el videózni, mert megbuktam matekból, és ott volt még a fél időszak, ami igazából igaz, mert nálunk a matek az egy olyan szintű húsdaráló volt, hogy tehát így a az évfolyamnak a 70%-át így az első vizsgán kiszórták, úgy mindenestől, és hát tényleg az történt, hogy az első fél évben a matekot Tomika Nem szól csúnyán beszélni. Ezen már túl vagyunk. Igen. <laughs> uh, hát amikor elkerülsz az egyetemre. Ennél mondhatod volna azt is, hogy meg***tak a vizsgán, és ez sokkal csúnyabb lett volna. Egy igen, igen, ipoltuk. igen. Látod? Látod? milyen egyszerűen megy minden. Igen. Úgy, hogyha azt mondom, hogy ne, most erre nem <laughs> Na szóval, szóval, az, volt igazából, hogy Tehát az, az első fél évet azt Hát azt elébe szóltuk, mert amerikai pitén nevelkedtünk, és bekerültünk az egyetemre, kollégium, rezd a hajam, ki a családi fészekbe, hogy jönne, miénk az élet, miénk a tánc. És akkor kiderült, hogy tanulni is kellene mondjuk. Hát igen, azt nem ártott így, utólag legalábbis láttam, de hát elvégeztem még a vége, így a végén az egyetemet, sikerült, profi vagyok, kimegyek nagyvilágba, mérnökként, és emellett meg internetre csinálok videókat hobbiból, amikor éppen szabad engedi. Megvolt ez a Trabantos történet, ami hajtóanyaga is volt a, a, YouTube csatornádnak. Mikor volt az első olyan vásárlás, ami céltudatosan arra készült, hogy ezt most ne megcsináljuk ezt az anyagot, leforgatjuk, buli, brahi, bármi, de ez most oda kerül, és kifejezetten ezért vásároljuk meg. Nem hiszem, hogy az elején ott még lettek volna ilyenek. Tehát ott általában azt vettem meg, ami nekem kellett, vagy szerettem volna, vagy ilyesmi. Tehát az, hogy csak a YouTube miatt vegyünk valamit, az szerintem ez a tavaly előtt, meg esetleg két évvel ezelőtt kezdődött, így nagyjából, amikor ugye játszottunk mindenféle, ö, hát elég romos állapotú járművekkel, mert az tök poén, hogyha az ember azt elindítja a videóba, és az emberek szeretik nézni, meg amúgy egy nagyon jó dolog csinálni, és én nagyon szerettem. Ebből a szempontból azt a fajta, azt a műfajt szerettem volna igazán csinálni, amit nem tudom, a Vice Grip garázs mennyire van meg neked. Az, az ember azt csinálja ott, hogy fogja magát, vesz 600 mérfölddel arrébb valami 15 éve, 20 éve álló romot, oda megy egy Harbor Freight-es meg egy szed gumival, meg némi benzinnel, aztán valahogy összekalapálja annyira, hogy az a rosda bogja És ennek általában az a vége, hogy két napig szív vele, hogy elinduljon, meg legyen rajta fék, legalább az első tengelyen, és hazáig háromszor lesz, háromszor főzi meg a motort, meg lesz hengerfejes, de azért általában hazaér. És, de mivel mi nem az usa élünk, hanem Magyarországon, így ö, én, én autómentővel csináltam ugyanezt, és is, akkor is fogtam és hazahoztam az autóimat. És szerintem egyébként, amit úgy tényleg csak a Youtube miatt vettem meg, meg mert poén, szerintem azt a, azt a, volt egy kék Plymouth Turismon, szerintem azt lehetne úgy, úgy tényleg annak datálni. Mert azt amúgy nem vettem volna meg, ha nem, lenne, nem lett volna poén, és nem adtam volna itt annyi pénzt, amennyit kértek értem mert de életemben nem vettem még trágyát ennyiért. Tehát annyiba került mi a Citroen. és egy romhalmaz volt. Jaj, yeah, azért itt valahogy öntsünk tiszta vizet a poárba. Finoman azért elmondtad a dolgot, és ny nyilván értjük azt, hogy jöjjön be, és forogjon vissza valamennyi a YouTube bevételekből. Oké, okay. hogyan lehet, még hogyha itt csak százezres történetekről uh -huh. beszélünk is, hogyan lehet ezt megfinanszírozni? Hát ugye az elején sehogy. Tehát az elején, tehát én, amióta a pluszba vagyok, az talán három, három év, négy. Amióta nem csak arra van pénz, hogy visszatermeljem, és akkor még abból költsek a videókra, ami bejön a videókból, meg ugye toltam a saját pénzem, de dolgoztam mellette, meg minden hanem úgy három éve, négy éve. Először, első ilyen próbálkozásom az az volt, hogy három hónapig megpróbáltam youtuberkedni, hogy az mekkora főállású youtuber leszek, minden, az úgy földbe álltam, mint az állat. M Mentem vissza dolgozni mérnöknek, aztán utána, egy, egy évvel utána, amikor ráfeküdtem munka mellett, tényleg az volt az a. Az a, hmm, a COVID előtt volt még, 18, 18 talán az az év, amikor amikor nagyon toltam, mint az őrült munka mellett. Tehát az tényleg az volt, hogy vagy, vagy, a műhelyben aludtam el, vagy benne a cégben az egyik gyártógép alatt. Volt rá példa, hogy automatikus. Egyébként hasznos aludtam. munka, munkaerő lehettél azokban a pillanatokban. Tettem a dolgomat, tehát most nem tudok vele mit csinálni, meg kell csinálni a munkát, csak hát tényleg volt, volt, volt hát ez nem minden volt, hogy a gép alatt aludtam, ez egyszer fordult elő. De ez két hónapig tartott. <laughs> Nem, egyébként tényleg egy fél műszakot aludtam, és le, le volt lakatóval a gépnek a főkapcsolója, úgyhogy nem tudták volna rám indítani, de csak úgy fura, nem, nem, tűnt fel senkinek, hogy ott fekszik a mérnök a gép alatt, de mindegy. de aztán hál' Isten után nem, de, de mondom, tényleg a műhelyben alvás az gyakran előfordult. Tehát az tényleg volt olyan, hogy, hogy így ez a pár óra alvás is megyünk dolgozni. De, de utólag azt mondom, hogy megérte, csak akkor ott az nagyon kellemetlen és kényelmetlen volt. Figyelj, a műhely, ha már, oké, hogy természetesen jönnek ezek a dolgok, és akik a abóvó az elejétől már követik az egész műsor folyamat és az egésznek az épülését, szépülését, azok tisztában vannak ezzel. Aki most csöppen bele, vagy mondjuk nem annyira régen, most az, hogy műhely, hogyan alakulnak ezek a dolgok? Mert nyilván eredetileg nem volt műhely, gondolom, tehát, hogy ezt is akkor, vagy telep, telep hely... Nulla volt, tehát volt... Én szombathelyen laktam, mikor még dolgoztam mérnökként, szombathelyen laktam a bérletbe, és akkor kibéreltem egy garást szombathelyen. Abban volt a kis trabant, ez a panel, panel, alsó garázs. De a panelnak az első fölcintes részén. És ott csinálgattam a trabantot, akkor mikor ez így ugye, az autófelújítás is pénzbe kerül, akkor a garázsfenntartás is pénzbe kerül, meg akkor mellettem még azért élni is kéne, meg akkor lakbért is kéne fizetni, meg ilyesmi. De akkor döntöttem úgy, hogy oké, okay, tök jó, külön meg minden szüleimtől, de hál' Isten nagyon jó a viszonyunk, és nagyon, tehát családilag nagyon korrekten meg vagyunk. És akkor mondtam azt, hogy jó, akkor hogyan lehetne csökkenteni a költségeimet, hogy ebből ugye nem lehet ezt emelet megfinanszírozni. Anyu, apu, el kell költöznötök. E, nem, a, a, anyu, apu, megvan még a szobám. Tehát nem, ott, ott tényleg az volt, hogy tehát én én, 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 kicsit ilyen Excel tábla maniákus vagyok, tehát ez ilyen szakmai ártalom mérnököknél. Én Excel táblázom az autóimat is, minden le van írva a költségem, mennyi volt, mennyibe került az X idő alatt. Szoktam számolgatni, hogy ez így kilométerre vetítve mennyibe került. Vannak autók, amik nagyon drága kilométert futottak. Ö, és hát ugye néztem az Excel táblámat, ő is nézett engem, és akkor húztam egy vonalat, hogy jó, hát akkor szégyen, nem szégyen, Tomika haza költözik szülőkhöz. Mama Hotel, ami egyébként azóta is van, már majdnem sikerült tavaly összehozni az elköltözést, de egy év rajtam kívülálló okokból ez még nem készült el, de most már, ha minden jó, még meg lesz. És hát akkor volt az, hogy jó, akkor vágjunk a költségekkel, besegítek otthon házi munka, ilyesmi, meg azért beadok a családi kasszába, de mégse töredéke annak, ami kifizetsz egy albérletre, meg, meg a különélésnek a minden problémájára. A szüleimnek is könnyebb volt, mert mindig volt, aki megpiszkálja a rutát, hogyha elment a net. Tényleg. Meg, Ennél több pozitív az a a szüleid részéről hogy te az a Erre valók a gyerekeknek, hogy füvet nyírjanak. Jó, való igaz, igen, meg a szemetet kivéve, kukát kihúzni. Nem, de tényleg, tényleg ez volt, hogy le kell nyerni a büszkeséget. Most két lehetőség van, vagy gebedek tovább az albérletbe, és szórom a pénzemet a semmire, vagy akkor meghúzzuk magunkat, és akkor választ, választunk. Én haza, költöztem szépen, és ugye hazavittem a Trabantot, és fölmondtam a garást, mindent, és a Trabantot ott, az udvarban kiúztam a szárogatóját anyámnak a helyéről, odébb és ott a ház mögött. Hazajött a gyerek, de nagy öröm. <laughs> és a ház mögött négy darab iton kockán, nekiálltam a Trabantot lecsupaszítani, hogy mehessen majd lakatoshoz, meg akkor nekiálljunk csinálni. De az egy külön story, hogy ott elkövettem a legnagyobb hibát, amit autófelújításnál elkövethetsz. Amikor neki áll szétszedni az autót, hogy hm, itt van egy kis rozsda akkor jó, akit lakatoltassuk ki. Ez a szilent még nem az igazi. Azt kicsit kivesszük, levesszük a lengőkart. Szara féltenge egy csukló, vegyünk egy másikat. Jó, de akkor már gumiharangot is kell rávenni. Ez a váltó szimmering nem az igazi, akkor vegyük ki a váltót, akkor már le kéne pucolni, mert kicsit olajsoros, innen hiányzik egy tömítés, akkor vegyük már ki a motort, mert annélkül nem jön ki a váltó. Uh, hát igen, kicsit csöpög a, ott a karbátornál valami, tehát szerintem ott az a motort fel kéne újítani. Meg akkor már, hú, az a főfék nem, nem, nincs a helyzet magaslatán, akkor már a fékeket is föl kell újítani, de akkor már menjünk tovább, kell egy új kipufogó, meg akkor már bőröztessük be a belsőjét. Tehát ott álltam egy lecsupaszított Trabant karosszériával, négy darab liton kockán, meg egy Tesco készlettel, szóval a szétszedés jól ment. És szóval innen indult az egész uh, sorozat, kvázi, és utána uh, egy, rá, erre rá egy évre egy évre lett meg a lemezgarázs műhely. Hát ugye, amit megsporoltam az albérlettel, meg mindennel, meg azért azért YouTube is fejlődött, meg azért később munkahelyi váltás után egy kicsit azért több pénzem is lett, akkor investáljunk tovább. Vettem egy lemezgarázs műhelyt, ami mind a mai napig a műhelyem, egyébként csodálkozom, hogy ez egész jól kibírta, tehát pacsi a lemezgarázs gyártójának, és Ugye elkezdtem abba akkor egy műhelyt képíteni, akkor el lehetett 20 nézetméterem játszani, az már azért egy jóval nagyobb hely, mint egy kis szoba egy panellakásban, és euh, akkor már így lehetett fejlődni, akkor meg így léptünk egy szintet. És akkor ez most így ment egy darabig, mindig nagyobb-nagyobb projektek, kezdett egy kicsit eltelni autókkal anyámék udvara, ezt ők annyira nem díjazták. Szerencsére, mivel látták, hogy azért ennek van némi nemű pozitív hozadékot tehát lehet, hogy ennek még értelme is van. Az elején még azért magyaráznom kellett, hogy én láttam már az interneten, az Amerikában, hogy ott azért működik ez. De de hál' Isten szüleim azért elé nyitottak meg, tehát azért képzett értelmiségi szüleim vannak, tehát ők nem, tehát meg lehet őket győzni ilyen dolgokkal, és hát látták is, hogy működik, meg nem a kájhába szórom, lapátolom a pénzemet, és akkor ezt így elnézték nekem egy darabig, és akkor utána jött ez a lehetőség, hogy idézőjelben telephelyet vettem -e egy telket, amit hát itt teljesen véletlen folytán ö, találtam. Nagyon olcsó volt ugye akkoriban, az, az még pont az előtt volt, hogy hát előtt, utána egy fél évvel, mint rakéta lőttek ki az ingatlanárak, azt még meg tudtam venni, hát nyilván nem volt túl drága, pontosan azért, amiért is a videóban láthatod, az egész le van vlogolva, tehát az arról a műhely 2.0 lejátszási listában, hogy valaki megnézi a csatornámon, akkor ott megtalálja ezeket a videókat. 20 valahány epizód van már fönn belőle, és a következő, ha minden jó, megy holnap kezdődik, mert vé végre a pajta is szépül, szépül, és betetőzik, meg jó lesz. Szóval ne szaladjunk annyira előre. Tehát vettem egy telket, rajta egy elég romos, de úgy statikailag még rendben lévő parasztházzal. Mindkét 1860 valahányban épült parasztház. Nagyon élem, nagyon tetszik. A felújítását kiszámoltam még a Covid előtti árakkal, akkor volt tizen pár millió, hogy ez így helyek közel lakható és jó legyen, most akkor most így a duplája. Szóval ezt így egyőre hanyagoltam, de de van, 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 van a telken egy hatalmas pajta, majdnem 200 négyzetméteres pajta, né, négy méter belmagassággal bőven, úgyhogy az is, az is a század elején épült, a 900-as évek elején, világháború előtt vagy után készült, és mondom, ez nekem kell, beleszerettem, meg is vettem, hát uh, rengeteg videóanyagot adott, az biztos, meg uh, azt láttam, hogy az emberek élvezik is. Én is élveztem, egy másfél év, biztonságos másfél év alatt sikerült ki is takarítani, mert hát úgy vettem meg, ahogy volt, és az első videókon látszik, hogy mi, mi, mi volt ott. Nem tudom, mennyire nézted, De figyelj, ezeket? Hát bele, bele, néztem azért, tehát hogy nagyjából ugye a lelki szemeim előtt, nem azt mondom, hogy lerajzolnám neked az alaprajzot, de hogy azért hogy nagyjából azért megvan amikor mert ugye ott már így megpendítesz, megpendítesz néha urokat, amik, amikben még, még nem kapaszkodtam bele, de, de ami késik nem az múlik. Nagyon Nagy a Tehát téma. amikor anyád meglátja, hogy jön a következő autó, és jön a következő autó, és egy gyűlik az udvar, és már, már a muskátlikat le kell menni a falról, már nem férünk oda megöntözni, meg társai akkor, Tehát, hogy te, te is a, a, az input oldalról vagy erős, és az output az nem nagyon, tehát, hogy itt, itt csak befelé és kifelé nagyon nem mennek az autók? Van, amikor mennek, tehát nekem is volt, én én, én szeretek így összeszedegetni olyan dolgokat, ami nekem tetszik, tehát azt szoktam mondani, hogy valamilyen szinten gyűjtögető vagyok, így, ez igazából valamilyen szinten igaz is, de ezt ugye próbálom kontrollálni, meg vannak a módszerek. Tagadni. Tagadni, és pont elsősorban tagadni, mindeközben a háttérben kontrollálni. Tehát azért próbálok figyelni arra, hogy limitált a helyem, akkor azért, meg ugye, ha belimitálod magad egy bizonyos helyre, tehát egy polc, vagy egy szekrénysor, és akkor azt, ha az tele van, akkor többet nem. Meg ugyanez a anyuék hátsó kertje volt, tehát ott négy-öt autó fértel maximum, többet akkor nem, és ez, ez egyébként egész jól működött. Ez az ember, azért próbál önmérsékletet tanúsítani. Hiába van itt a Marketplace, meg a minden. most is volt egy dolog, amit így. rá is jöttem egy pár emberre, de mindegy. És nem szabad elengedni magad, és igazából így menedzserhető. Tehát nyilván azért kellemetlen mert ilyen a szüleim, nem ennyire autós emberek. De de ugye mondtam, látják, hogy ez így működik, meg rendben van, így, így rendben volt. Ha ezt kontrolláltam, meg moderáltam, csináltam, akkor ez így a, a, együttélés meg volt, és ez így tudtuk menedzselni. Melyik volt az első autó, ami, oké, okay, a Zsákron Player a 306-os, oké. Okay. Melyik volt az első autó, amit úgy adtad el, hogy nem, azt mondom, szóval, hogy kerestél rajta, de mondjuk pénzért, normális pénzért egy autón, adta... Egy autón kerestem eddig. Na, csak összesen, összesből. És, ez a, és az az összes, a számszerűleg, nagyságrendileg. múltkor mot, barátnőmmel összenéztük, hogy hány autó volt eddig, amihez közön volt, ami így videóban, és ott meg az enyém volt. Ö, 70 valamennyinél látunk meg. Ö, autó és motorkerékpár. Mm -hmm. Tehát ö, autó, motor, jármi, ami motor, motorral Jó. rendelkező jármi. És hát, valamennyi ebből egyet adtál el úgy, hogy pozitívan nyelten, jöttél ki igen. belőle. Aha. és ez mi volt? Ha ez lődni, ez csak egy, ez a ez hosszú távú új, befektetés. Jó, miatt... jó sztori, mert ez csak így félig meddig lett elmesélve a videókba. Ez egy Mitsubishi Pajero Pinin volt. Az, ez egy... jó, a kis rövid ez a kis rövid, egy nyolcas benzines, tök jó kis gép volt. Azt egy barátom mondta, hogy ha gondolom, megvehetem a négy gumi árában. Aztán, utána, amikor láttam, rájöttem, hogy miért. Mert öt is átverték vele, tehát ez egy tipikusan olyan autó volt, amit behoztak Osztrákból szanaszéjjel rohadva. Fölcsaptak rá kívülről így a dobbetétekbe egyes lemezt, meg itt-ott meghegedülték, üvegszálas gittel dolgoztak gazdagon, ah. és eladták a, a, a barátomnak éppen. Ő, ő megnézte este sötétben az autót, ahogy kell autót nézni elsőben esőben. Esőben, igen, igen, igen. Igen, igen próbakör nélkül. A kutyák kiengedve az üdvaron, <laughs> igen, nélkül. Nem, tehát nem, nem őt, őt sajnos, ezzel igen csúnyán átadobták a palánkon, és hát használta, használta, végén már csak ilyen telephelyi jármű lett és hát én ezt megvettem. Mert miért nem jó, jó, gumik voltak rajta. Ja, ja. És hát ugye különben nem lett a fonodat, ez, 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 ezért lett pluszos, mert nagyon baráti vétel volt. És uh, hát uh, arra megvannak még a fotók, majd lehet, hogy megmutatom, ezt nem az fönn van valamelyik Google drive omon Ott nem lett részletezve a lakatolása annak az autónak nagyon a videóban, mert úgy is megmondták volna, hogy büdös nagy kontár vagyok, meg hasonlók. Én azon az autón két hónapot matekoztam. De úgy, hogy uh, tehát két hétig csak azt állítgattam, hogy hol legyen az első két torony. Ugyanis oh, négy felé volt törve a futóműve az autónak. Ugye hátul merev hidas, és mind a két futón a bekötési pontja az ki volt szakadva konkrétan. Tehát a, a hátsó híd az így előre-hátra, így, meg a, a bekötési pont sem nagyon volt, meg a két első torony meg konkrétan így be volt szakadva, és uh, támaszkodott a motoron. Uh -huh. És úgy azt láttad, hogy kívül olyan furcsán így állnak az első kerekei, meg olyan kert, kenterbe állt a hátsó híd. És egyébként mentem vele egy kört így udvaron belül, meg messze nem mertem vinni abban az állapotában. Mondjuk <laughs> ez, ez is nem, egy nem, tudom, bátorságra Nem tudom, -e már autót úgy, hogy lekvárom mész. Tehát ez a... Tehát amikor külön élnek az autó különböző sarkai, érdekes egy élmény volt egyébként. Na szóval ott úgy, úgy voltam ez az autóval, hogy két lehetőség van, ha sikerül a futóművet visszaraknom, akkor újra le lesz műszakiztatva, mert ugye akkor az, motorikusan meg rendben volt, meg a hajtása is tök jó voltak, igazából meg jó gumik voltak rajta, annyi volt, hogy be volt törve a hátsó ablak, amit plexivel kellett pótolni, mert igen, földön nem találtál pininhez hátsó hajtot. Tehát az, az, megint egy ilyen unoptánium un 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 kategória. És hát mondom, jó, akkor challenge accepted, ha sikerül visszarakni a helyére a futóművet, akkor rendszámos autó lesz belőle, ha nem, akkor visszük Babodra, mert Babodon még nem voltam, azóta sem, mert ezt sikerült rendbe rakni az autót, és úgy kezdődött hogy két hétig matekoztam azon, hogy hol legyenek az első tornyok, tehát konkrétan kivágtam a tornyokat, mert levettem a dobozolást, és így megfogtam, és így, ez itt egy torony, kiemeltem a helyéről. Mondom, jó, hát ezt valahogy vissza kéne rakni, és tehát kettes lemezből lett újraépítve az egész autó, tehát aki ezt megvette, az a nagyon jó járt, mert nem sajnáltam belőle a vasat. Tehát az tényleg úgy lett megépítve, hogy azt üthetik, vághatják. Szerintem az még minden mind a mai napig működik. És elvittem futóműállításra, ugye vissza lett építve minden, kettes lemezből, vastagon, és minden. Az összes rublik a zöld volt, egyedül a a bal első csap hátra dőlése volt három szögperccel kint a tűrésbe. De ezt azt mondták nekem ott a vizsgabázison, hogy ez, ezt okének veszik. Mivel lehet mégis egy terepjáról beszélni, mert akkor a meg gumik voltak rajta, hogy ott az a, a van, három szögperc, nem egy, nem egy autóról beszélünk. Virágos. És sikerült visszarakni a futóművét az autónak. Működött, arról lett is videó utána. Tök jó volt a kocsi. Én azt, És azt, azt sikerült eladni, úgy, hogy ezen kerestél magyar. Hát nyilván a te beletett hát, munkádat, meg mindent. Jó, most... jó, 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 az alkatrész árakat számolom. a, a berakott munkát, azt, hogy én két hónapig szívtam vele egyetlenül, meg a, szerintem ott még a hegesztőhúzásnak se, semmi nincs ilyen bele számolva, meg a flexkoron, meg az ilyesmi, csak a fixen, ami anyag belement, és ab, ab, abból talán 50 ezer forint pluszba jöttem ki. Tehát, Azt akartam mondani a poénból, hogy egy 40 rongyot keresztül rajta, de nem lőttem volna nem, a az, nem az volt a lényeg, tehát uh, tudod, az, az út a lényeg, nem az világos, hogy világ, nem cél, igen, 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 Én igen, nem vagyok igen. autókereskedő, én... én, én... Budhista vagy, ahogy mondom, én... Hát a, 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 a ki, ki, ös szább Turbo Aeromon egy, 5 kilót buktam minden estül. Aha. Úgyhogy, tehát ilyen... Hát ez kell is egyfajta zene, és egy buddhizmus, uh, igen. Na jó, de egyrészt maga a videók, amik kijöttek belőle, én azokat imádom visszanézni. Tehát nem, nem a videókért készült a dolog, de most így utólag visszanézem 5-6 évvel ezelőtti videókat, hogy mit szívtunk, meg milyen hülyék voltunk néha. Annyira jó, és barmi kevés embernek van meg az, hogy az emlékei megvannak örökítő műsoros formában, és bármikor, hogyha visszanézed, akkor ott van, hogy igen, ott, az, az én vagyok, és az ott én voltam, és igazából megvan nekem a teljes sztori, nem csak a, amit kitettünk, ugye az internet, úgy teljes sztori, hogy tehát minden, az, az anyag, igen. minden, amikor tényleg, amikor vágtam a lemeszt, amikor, amikor amikor, az összes mérnököt elküldtem az anyjába, hogy ilyet hogy merészeltek tervezni, hogy ez minek kellett, ez miért van műanyagból, stb. De, de emellett meg barom jó visszanézni. Figyelj, jó is, hogy ezt mondod, hogy jó ezeket visszanézni, és az emlékek, és, és milyen csodálatos is megvannak az róla és megvan az a 70-es szám, amit említettél, mert hogy ugye azért olyan váratlan fordulatok jöhetnek az ember életében, amikor még hogyha tervezve is van valami, és akár ott áll az udvarán, Uh, abból nem lesz valóság, Igen. vagy nem lesz megvalósítás. Mi történt itt? Hogyha jól tudom, akkor hát téged felnyomtak illegális ö... Bezony bontás. Bezony, illegális hát. Azt történt ugyanis, hogy ö, tök jó évet zártunk a 2022-ben, és 2023-ban akkor szintet lépünk végre. Volt, volt ilyen tervem, hogy V8-as benzines pályaautót építek magamnak egy Jaguar s -tájból. Meg, hogy a pajtámból végre, ha minden jó megy össze, már ugye sporoltam rá elég régóta, összejön, hogy akkor megépítsük a álom műhelyt, amit egyszer már felváltottam a legelső műhely 2.0-as epizódban. Az egy ilyen tipikus nedves álom volt, de érdemes megnézni, hogy Tomika mit támadott össze, és mi nem fog összejönni az elkövetkező pár évben. Szóval az történt, hogy április végén, Uh, egyszer csak így uh, kijött hozzám a, a, Vasvár megyei kormányhivatal hulladék gazdálkodási osztályáról két kedves, aranyos, és utólag megtudtam, hogy nagyon szakkezet és tapasztalt ellenőr, uh, ezt a... Némi iróniát érzek, csak egy... egy... de, hogy dehogy, dehogy. Leheletni. Ne. Ha, 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 valaki esetleg kíváncsi a teljes sztorira, akkor a csatornámon a hatósági vegzálláson krónikai lejátszási listában találja meg. És hát gyakorlatilag, hát ez egy nagyon csúnya sztori, gyakorlatilag közölték velem, hogy amit én csinálok az interneten, az illegális autóbontás és illegális hulladékkezelés, mivel a járműveimnek, ugye nincsen, nem mindegyiknek volt forgalmi, hogy ezek, ezek forgalomból ideiglenesen kivont, vagy átmenetileg kivont járművek voltak, vagy ugye az Európai Uniós csatlakozásunk előtt még nem volt ilyen törvény, le kell adni bontóba a kivont autót, vagy előtte, 2004 előtt kivont, tehát az rendszerváltás környékén kivont autók. Ezek ilyen zsigulió, trabant, meg ilyesmi. És hát közölték velem, hogy én illegális autóbontós vagyok, és ha nem akarom, hogy itt most milliós tételre büntessenek, akkor fogom fogjam meg az összes szaromat. Nem így mondták, hanem kicsit kedvesebben, de takarítsam el egy megfelelő hulladékgazdálkodási végző céghez. És hát igen, belementem. Közben írtak egy olyan jegyzőkönyvet, hogy én ott tehát teljesen leépültem. Tehát az, az, ami nem tudom, neked is van egy dédelegetős autót, ha jól tudom. Igen. Na most gondolj bele, hogy oda, oda, oda jön két hatósági makimajom, és azt mondja neked, hogy ezt a régi szart most megfogod, elviszed a telepre, és megfogod, és, és leadod, és elviszed a ronstelepre, végignézed, ahogy fogják a targoncát bele, nyomják az, az ablakán, és fedobják a kupasz tetejére és utána még, utána még meg is bírságolnak illegális hulladékgazdálkodásért. Tehát ez körülbelül ilyen volt. Ö, és hát ott helyben ugye én nyilván nem tudtam az összes hulladék gazdálkodásról szóló törvényt, meg ö, tehát így fejből most már azért egész jól tudom így ö, tartalmi szinten a dolgokat, tehát egy ilyen 5-600 oldalnyi jogi szöveget már finoman átnyálaztam azóta. Ö, OK és jogi diplomát már simán kaphatnék. Ö, és hát gyakorlatilag engem, most már kimondhatom szerintem, hogy gyakorlatilag csőbe húzott a hatóság. Tehát leadtam az autóimat, ezt én leigazoltam a, a cégtől kapott papírral. Hatóságnak ugye ezek, úgy, úgy, ráadásul úgy, hogy én ott a helyszínen prezentáltam nekik ugye a, a JSP-ből letöltött adatlapokat a járművekről, hogy igen, ez nem hulladékként szerepel itt, tehát nem volt még se bontóba. Ugye úgy szól a törvényben, hogy ugye a, a vált gépjárművet azt úgy lehet véglegesen kivonni forgalomban, meg leadni ugye a bontóba. Tulajdonos elviszi a bontóba, a bontóból bontási engedélyt, az becsattog az okmányirodába és kivonják neki véglegesen ez a menete. Innentől hulladék az autó. Hogy ott azt kivonták, és papíron megjelent. Nem hogy... autó továbbá magyar öh, szinte. Igen, mert... igen tehát onnantól bekerült a hulladék körforgásba, az onnan Magyarországon ki nem kerülhet, mert hulladékot forgalomba nem helyezünk. Tényleg nagyon félettél ebben a történetben? Hú, Igen. Eh, nagyon sokszor mondtam már ezt, és az a baj ezzel, hogy ez, ez nagyon nem fog beleférni teljesen ebbe az óra. Tehát eh, egy 6-7 órányi anyag van eddig a neten. Én meg az összes papíromat ugye felolvastam a videókban, elmagyaráztam, hogy törvény szerint mi hogyan, merre. És hát tulajdonképpen az, az jött ki így a végén, hogy engem megbüntettek 180 ezer forintra. Eh, meg mellette, ugye mentünk tovább, fellebeztünk, hogy hát nem áll, hogy már. És akkor még 60 ezer forint. Eh, a per kell költség, költség, költség fizetni, mert mm. ugye elkaszáltak, és egyébként a papíron benne van, ugye a, a jegyzőkönyv megnyitásától a végéig azt hiszem egy óra valahány perc alatt döntötték el, hogy én ott egy illegális autóbontot üzemeltetek az interneten, a YouTube-on, mm -hmm. és beleírták, képzeled el a, 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 abba a jegyzőkönyvbe, hogy én azt mondtam, hogy az autóimat, a, a hulladéknek minősíthető autóimat, elszállítom um, április, május 10 éig hulladék, uh, ezenek átadom. Ezt úgy leírták, mintha én mondtam volna. Hát én uh, leírták mm -hmm. azt, a, azt, azt a, 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 határidőt, amit ők adtak nekem, mint hogyha én mondtam volna hatá... mm -hmm. a... a üzébe. Én ezt persze aláírtam ott teljesen tök idegből, mert ugye én, én mint egy átlag normál állampolgár, nem semmi hulladék, annyi hulladék volt ott, ami a lomtalanítás volt összerakva, mert ugye akkor volt a hétvégén, és nincs nem semmi hulladék, hát őjének ki, hát olajfolyás nem volt, nem találtak semmi szennyezést, meg semmit nyilván, mert ugye hát azért azt lehet tudni, hogy én azt a kitakarítottam nem kevés munkával, és szeretném ugyanúgy tisztán megtartani, és az összes autó, amit hazavittem, az eleve úgy, úgy, ment le a trélerről, hogy akkor az a tréler rend lett átnézve, hogy folyik, nem folyik, izé, és stb. látható-e valami, és eleve, stb. De mindegy, az a baj ezt... Hány autót kellett kidobják? Nyolcat egy Iveco eurocargo egy Jaguar Estate type v V8-at, egy 1972-es első szériás kombi Zsigulit. meg volt rajta az összes króm, meg az összes minden piszpasz. Na mindegy, egy 120-as Kodát, abból majdnem lett is videó, de aztán nem. Mi volt még? Egy 525 TDS E39-es BMW, amit még leadtam, akkor egy ax meg Hú, mi volt még? Hú, de nem válaszoljam. Hát szóval... itt az AX-em, mondjuk talán azért nem akkor a kár, de... de... De volt már bele egy CBR 1000 motorom. <gül> 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 jó, azért... <laughs> de, ja, ugye, hogy já, át... jó, 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 igen, jó, jó, jó. jó. Ami lehetett volna belőle, ja. Igen, itt, itt az, az a baj, hogy én, én ugye ezeket nem azért veszegettem össze, mert hogy éppen nek akkor nekem ez kellett. Hanem ö, tehát éppen akkor tudtam venni olyan áron ilyen autókat, hogy azt az én költségvetésem az a párszalas ajánlat is ö, megengedhesse. Tehát ezeket az autókat, hogyha most meg akarnám venni, sokkal-sokkal-sokkal drágábban tudnám ezeket pótolni. Most jelenleg a telep az mit mutat ö, képileg és ö, járműállományilag? Gördülő állománya? Hogy nagy, nagy nagyja, ha, Gördülő állománya. Most nagyjából ugyanazt mutatja, ugye a túlélők megmaradtak, gyarapodott az a flotta, meg egy csökkent is, és és itt igaz, igaz, igazából az volt az egészben a lényeg a végén, hogy, hogy tehát én, én, föl, én fölvettem a, a kis szeánszunkat a hulladék a hivatalban, ahogy beszéltek velem, minden. tehát ott el is hangzik, hogy ha tovább ugrálok gyakorlatilag. Nem, nem ezt mondta a hölgy, de uh, hallatszik a felvételen, hogy én itt ugye jöttem a jogszabályjal, hogy minden, hogy hogy van ez, hogy utólag. Tehát utólag szembesültem azzal, hogy mik vannak a jogszabályban leírva, meg hogyan, meg azóta azért rengeteg mindent elolvastam a témában, hogyan kellett volna eljárni a hivatalba, mi az AKR, az általános közigazgatási rendtartás szabályai, hogyan kellene egy ilyen levezényelni. Hát szeptember, most szeptember 20-án szembesültem a szeptember 17-én voltam azt a rendőrségen kihallgatáson, ott szembesültem vele, hogy oda a műszaki ellenőre kellett volna jönniük. Tehát amikor... El, elmondtam a sztorit a, a rendőrnyomozónak, mert hát nyilván ebből ugye bírság lett, feljelentés lett, és most jelenleg a BTK 248-as paragrafus alapján akarnak engem meghúzkodni. Jelenleg folyik a nyomozás ellenem, csak a tud, mekkora bűnöző vagy. Nagyszerű, no, örülök, hogy Már egy, ilyen, a pumpa. egy óra után szólsz, szuper, jó. <laughs> kezd fölmenni bennem a pumpa, igen. Tehát a, lényeg az, hogy jelenleg folyik egy nyomozás ellenem, amelyben szakértőt rendeltek ki mindent, amit ugye, akinek ugye ott kellett volna lennie ezzel a két megfelelően szakképzett és ellenőrrel a helyszínen, és ezt így a rendőr nyomozó közli veled, és kérdez vissza, hogy melyik, melyik, melyik szakellenőr volt kinn a helyszínen, Ugye a nyomozásban amiatt ugye ez kell, én meg visszakérdeztem, hogy milyen szakellenőr. És így, így akkor, így a, amikor így látod, hogy a, a nyomozó így kinéz a monitor mögül, köbben ezzel az arc kifejezése, na, te jó Isten, még ez is mond, ilyen. És gyakorlatilag engem ott azért, ja, csak hogy így a nézők is tudják, hogy az volt a bűnöm, hogy mivel ugye én aláírtam azt a, a, az első jegyzőkönyvet, amiben ugye azt írták le, hogy én majd addig elviszem a helyzéket, és én mondtam ezt, mivel ezt én aláírtam, és mivel én együttműködtem a hatóságokkal, mert nekem azt mondták, hogy ha ezt nem teszem meg, akkor innentől bírság, dupla bírság, stb. Ez, ez, megvan egyébként, amikor ezt elmondja az úriember, én felvettem a telefonbeszélgetést is, és kiraktam a netre. Ö, és hát mindenki, mindenki, meghallgathatja magának a, a csatornámon, és ö, én elvittem az autóimat, le adva, a zsigulimat ott csapták fel a kupacra, jaguáromat és minden. A, a, és tényleg még azért is a, a, a turizmot, amit mondtam, hogy hírálisan drágán vettem meg minden, na, az is ment a levesbe. Azt például majd rájtették a bérelt autómentőre, az vicces volt. <laughs> <laughs> az, fú, mindegy. az a baj eltelt több, mint egy év, és nem, még, még, nem egy év, de, de, még mindig nem tudok róla nyugodtan beszélni. Na mindegy, és a, a, vége az lett, hogy engem ugye megbírságoltak minden, befizettem a bírságot, meg köteleztek és most várom a rendőrségnek, a, hogy mi lesz ebből továbbá. Van fejleménye a legutolsó videó óta, még nem beszélhetek róla, de Hát ez, ez, az ügy még hát tartogat csavarokat. Hogy kell eljárnod a jövőben ahhoz, hogy te jogkövető állampolgárként viselkedjél a saját területeden? Gyakorlatilag ugyanígy. Tehát a, a jogszabályokból kiolvasva, tehát én is meg megnézettem több emberrel, aki így ért jogszabályul, mint, mint hogy így mondjam. Ö, gyakorlatilag ezekkel az autókkal én nem követtem el semmit. Tehát az autók státusza az megfelelő volt, az, hogy nem fogadták el a saját kivonatukat, a saját jármű szolgáltatási rendszerükből, az állami rendszerből, azt most sem tudom hova tenni. Az egyik ellenőrt azóta eltávolították a hivataltól valami oknál fogva. Ki is tettem egyébként az álláshirdetést, amit kiraktak a hivatalban. Hát, hát, ki, van Instagramom, meg Facebookom? Facebookon, <laughs> hogy hát ha csak segítek a hatóságnak valami értelmes embert keríteni, mert uh, ja, rájuk fér. És uh, nyilván érezni, hogy némi ellenszenvet ezek irányukba. Hát ez érthető nyilván <laughs> a, De elhangzottak után. Nem, az a baj, ezt próbálom úgy összefoglalni, hogy ez így, ha valaki csak ezt nézem, akkor nagyjából értse a forit, vagy legalábbis annak a, a mi bennétét. Ugye ezért is csinálom azt, hogy az összes iratot, mindent fölolvasok a neten, kirakok a netre. Egyébként a, a, a közigazgatási bírósági ítéletemet megtalálják a videó alatt, és el lehet olvasni hogy milyen fantasztikus mentál bukfencekkel bizonyította be a bírónő, hogy én biztosan autót bontottam, és nem történhetett másképp, és az az egészben a vicc, hogy leírják azt is, hogy én kiszereltem az autóimból a motorokat, amik ott voltak, meg minden, és videónk van róla az összes, hogy a, ami, ami, ami motor nélkül volt ott, az úgyis jött. Tehát így, fú, ah, ne haragudj, de értető. Felrobbanok fel tőle. Elhiszem, felrobbanok el tőle. Még Figyelj, azért, hogy mondjam, kicsit olyan, mint a nem is tudom, hogy beverik a térdünk gyorsan, akkor egy fagyi. Előfordulnak még azért ilyen esetek nálad, tehát ami, ahogy találkoztunk, és az első kettő percben rögtön feljöttek olyan dolgok, hogy hát azért most mit vettem, ezt mennyire vettem. Tehát, Jó, hogy azért, hogy olyan ezek szóval tapaszok, azért ezek még azért jönnek. Ezt. Igen, rektális fájdalmak ellen seg Ajánlunk. Már az ókori rómaiak ehm. is Igen. 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 Szóval, hát én nyilván nem hagytam abba, amit csináltam, mert azt írták a jogszabályba, hogy lehet. Tehát, innentől, hogyha nem olyan autót vásárolok, ami már egyszer volt bontóba és a rendszerben bontási engedéllyel rendelkezik, és emellett a jármű véglegesen kivon státuszként szerepel a rendszerbe, akkor onnantól azt csinálok, amit akarok. Meg persze nem lopott, meg nem is azt le lehet ellenőrizni a JSP rendszerén keresztül, és hát azóta nyilvánvalóan én o a vásároltam is, mert mert vett, autót venni kell. Az autó venni egyébként jó dolog. Mm. de vásároltam ezt a fantasztikus Citroen C5-öst, amivel érkeztem, amit volt szerencsét kipróbálni itt, amíg beálltunk a parkolóba, a hidropneumatikus, a hidroaktív hármas futóművel. Hidroaktív hármas az. Oh, ez. Nagyon. Az, nagyon. az, a, kár, hogy nem az egyel későbbi széria, mert hogy az hidroaktív három pluszban még lehet a keménységét is állítani a futóműnek, mm. hogy sportos legyen, vagy ne legyen sportos. Így most csak, csak nem sportos van. És hát ugye ezzel most már, már, már a sok, sokadik kisebb ilyen road tripet talom itt az országba, tök jó, lesznek róla tök jó videók, Bármilyen szerintem már vannak, hogyha ez kimegy, hogy így matekotok fejben a dolgokkal, így előre kész... nincs egy ilyen egy másfél hónapra előre dolgozok, mert, mert ugye ennél a zsánérnél muszáj, mér. mert Igen. bármi beüthet. Őt meg nyírvásároltál ezt a c 5 öst 150 ezer forint volt. 150, aha. Nyilvánvalóan hát megvoltak a maga problémái 150 ezer forintért, ott van a a, a, a videóban is, tehát eleve onnan, onnan indultunk, hogy csúszik a kuplung és rossz a kettős tömegű. De hát, ez egy ilyen kör. Viszont én, én nagyon szerettem volna egy ilyet, vásároltam egyet már ö, tavaly januárban. Ebb, ugy, ugyanez a, a citroen C5-ös, viszont egy nagyon jó, felszerelt V6-os 3 literes benzines motorral, automata váltóval, automata váltó hibával. Értve működött az automata váltója, ha járt a motor, csöpögött belőle az olaj, tettem alá a tálcát hatóságnak mondom. Szóval, igen, ez a tárca, ez nálunk egy mém hogy tehát minden, minden alá, tár, tehát, elmegyek vécére, akkor is magammal, teszem magam alá. Tehát, szóval a lényeg az, hogy ne <laughs> Nem, csak erre ajánlom egyébként a továbbiakban a seg tapasztalat, esetleg ötleg, hogyha úgy adódik. <gül> <gül> és hát a, azzal nagyon-nagyon csúnyán ráfáztam azzal az autóval, kivettem belőle a váltót, kiderült, hogy nem szimmeringes, hanem megforgott a, a menesztő csapágya a, a citromnak, nyomatékváltónak, Wandlernek, torque konvertenek, ki, ki hogy a hívja, és ledarálta a, a csapágyfészket a, a, az olajpumpába, és hát szerintem a, a, amilyen gyönyörű metál barna olaj jött ki belőle, um, az mondjuk úgy, hogy bár a váltó még váltott, szerintem az egy pár <laughs> ezer kilométeren belül így Aha. Úgyhogy most jelenleg ott áll az a Citroen a pajtán mögött, és vadászok hozzá működőkbe, és automata váltó, csak amennyire vannak, az kétszer annyi, meg háromszor annyi, mint amennyire az autót vettem én meg. Így félmillióig számoltam az alkatrész költséget rá, amit rá kéne most jelenleg verni, hogy az tényleg műszakilag rendben legyen, és akkor még nem, nem teljesen szép, mert itt ott horpat, meg ilyesmi. Hát ugye nyilván, aki a zavarosban halászik, az néha mellé nyúl. Ez egy mellé nyúlás volt részemről. És ezért vettem egy másikat, egy konvencionálisabb kétteres HDI motorral, manuális váltóval, hogy ne fájjon annyira. Van uh, itt még valami a tarsolyban, amit uh, még beszéltünk, hogy na ezt a mézes madzagot, ezt most elhúzuk-e, vagy sem? Ezt a mézes madzagot szerintem elhúzhatjuk, mert okay. szeretek uh, így idegenben spoilerezni. Szóval nem nemrég uh, nem az decem, december, igen, december elején Hát pörgettem a Marketplace-t ügyesen és okosan, ahogy nem kéne, és hát szembe ötlött egy hirdetés, egy szintén Citroën, ha már egyszer Citroën esedünk, és éppen most adtam el az egyik projektautónak félrerakott Citroën C15-ösömet, ez a kis dobozos baget szállító. Ez milyen projektautónak? Ö, az, azt egy ilyen... Ha szabad az, az, az egy ilyen kis futkosos dobozos lett volna, ugye ez az elő kétülés, és hátul nagy doboz, yeah. de ez a a Citroen kacsa áruszállító verziójának a szellemi örököse. Volt egyébként egy, volt benne 210 km összesen, két ajtó kellett volna rá, két küszöb, meg hát egy kis lakatolás, fényezés. Aztán nem jutottam oda, odáig, és úgy voltam vele, hogy van egy barátom, aki szereti az ilyeneket, mondom, akkor itt van. Meg, megvásárolta tőlem, és hát ez, ez a pénz nyomta a zsebemet, és pont szembe jött még egy Citroën, honnan akkor Citroën, Citroën hátán, akkor franciásodjunk el megint. Így a Peugeot, a keretes szerkezet peugeot indultunk, Citroënbe érkezünk, és vásároltam egy Citroën Saxo VTS-t. Azóta, azóta, kicsit mi, Mióta ugye a Draskó és Andrésznek volt egy ilyen autója, és én azt vezettem, azóta voltam úgy vele, hogy nekem egy ilyen autó kell. És csak ugye mindig volt Napi használós autó, most azért fölöslegesen megvegyek Még egy 34. 5 autót Meg azt ugye fenntartási költségek se utolsó Tehát volt olyan, amikor Nagyon-nagyon-nagyon sok Költöttem el arra, hogy súlyadó megbiztosítás Tehát Ja, az, az autó fenntartásnak ára van És hát Most sikerült lőnöm egyet Ami Hát a büdzsé az Mondd ki! Mondd ki! A, bü... a büdzsé az limitált volt meg hát ez az ennyi, nem hagyjuk ott kategória, 65 ezer forintért, ami hát nyilván azt akarja, hogy nem szalonállapotú, kiválóan megőrzött, csak nagymama által, svájci, svájci nagymama által templomba használt gépjárműről beszélünk. Ez egy ilyen elkezdett cross -auto projekt volt, tehát van, nincs már meg a beleseje, nem kell nekem kipakolni, hál' Istennek, és gyakorlatilag van benne egy műszerfal, egy kormány, meg egy hely egy ülésnek, mert kagylóülés volt benne, de azt mondtam a nem kérem hozzá, mert nem fértem bele. És mivel... Ez benne lett volna még a 65 ezerbe? Nem, <laughs> <Tínes. gül> nem, az külön volna. Tízes. Nem, az, nagyon jó rekáró ah. ülés volt, egy gyerek Ez lett volna a csúcs, volt. tehát, hogyha még ez is benne van, de jó, így is szép a történet. Szépen, nem. És uh, hát uh, igazából annyi, hogy egy 4 VTS, nem az egy 6 VTS, de de, volt, de gyakorlatilag 60 ezer forintért vásároltam egy autót, ami helyek rendben van, kell rá egy kis küszöb, egy kis lakatolás, de futóművőleg oké, okay, jön meg hengerfejes. Szóval... Ezt akartam gyorsan megkérdezni, és egyébként motorikusan rendben van, de jó. Megy. Működik, Megy. Jó. csak kávét főz a ez, igen. De 65 volt. Most ember 65 ezer forintért mit adnak? Lassan kenyeret se. Szóval, azt hát mondod, legyen egy végszó. Nem, 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 nem. Oké, okay. és ezzel mi a terv? Hát ezzel az a terv. Tehát, hogy, oké, okay, hogy küszöbb, jó, rendben. Igen, az, az a terv, hogy én akartam egy pályázásra alkalmas autót, közben beúszik ide az a mikrofon. Gyere vissza. Szóval, akartam egy pályázásra alkalmas autót magamnak, és egy ez lett volna az Estály Piaguár. Uh -huh. hát abból lett volna egy Amatőr autó, mert az egy elég robosztus gép gyárilag 300 lóerő környékén van az a V8-as benzines, és uh, sikerült kettőt megfognom belőle, ami karosztériára is meg úgy, ah, jó, mondjuk az, 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 egy hengerfejes motor volt benne, de, de amivel pályautónak úgyis előbb el szétszedni az ember, hát én azt, azt volna magamnak kezdő versenyautónak. Ami egy kicsit így uh, ambiciózus volt a részemről, tehát 300 lóerő úgy, hogy én nem vagyok egy nagy racing driver, az mondjuk pont jó, mert pont a mostani videó, amiben ennek a sessionnek az anyaga is megy, pont próbálgattam a szimulátorba Piskolti Kevinnek a Drift bmw t és hát rá kellett jönnöm, hogy nagyon messze vagyok én az ilyesmitől. Úgyhogy úgy, hogy így lejjebb adtam a, az elvárásaimat, és akkor, akkor megvettem ezt az 1.4 VTS-t. Ez egy viszonylag kicsi autó, jóval, jóval, jóval kisebb költségvetésből össze lehet rakni, mint a Jaguárt. Ugye a Jaguárt t úgy terveztem, hogy nekem akkor volt még tavaly, nyáron, tavaly előtt nyáron, uh, hát egy jó 32 autóm körülbelül, egy kicsit két, 2500 négyzetméteres telekem van, tehát ott már elfér. És mondd egy baromi nagy számot, és utána ezt legalizálod egy még nagyobb számmal. Pontosan. És értem. Re -re 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 Relativizálom a dolgot, <hül> és úgy, hogy már elfogadható legyen gyengébb, gyomró embereknek is. és uh, Hát ugye az volt a terem, hogy jó, akkor, akkor most akkor kicsit váltunk a dologba, akkor az a olcsó játszós hát romos autókból akkor átnyargalunk, hogy legyen akkor öt, de akkor az az öt legyen egy fokkal jobb. És akkor ugye ezért volt terven, akkor meg lesz a műhely, akkor már lesz hol normálisan csinálni. És ezt hát tojhat nekem a hatóságot hmm. tavaly évben most már úgy kezdek kicsit kilábolni belőle, és akkor most már kezdődik a, újra a konstruktív építkezős munka. És akkor most ez lesz a, az ilyen pályára szánt megoldás. Hát nem mondom, hogy ebbe az évbe teljesen ez készen lesz, de szerintem egy. Az irány azért már Talán meg. egy kisebb napra ki lehet majd vinni. Igazából meg kell hengerfejezni, meg kell foltozni azt a két rozsdalukat, ami van rajta, tenni kell bele egy csövet, gyakorlatilag egy, egy, egy darab kapu letámasztva hátra a hátsó futóműhöz, megfelelő ülések, megfelelő övek, meg egy, 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 jó kormány. Ennyi. És akkor kezdünk szépen 75 lóerővel, aztán, hogyha azt már sikerült terelgetnem a pályán, akkor már akár lehet följem Hogy az mikor lesz kész, azt nem tudom. Egyelőre az autó van meg hozzá, meg ö, vettem hozzá felnit, meg ilyeneket. Tehát így gyűjtögettem az alkatrészeket. Nyilván low budget projekt lesz ez is, mert egyrészt az a most már lassan mondhatom, hogy az a védjegyem. Másrészt meg ez egy ilyen perverz élvezet, hogy beszorítod magad viszonylag szűk lehetőségek közé, és abból próbálod kreatívan kihozni a lehető legtöbbet. És nekem ez így gyakorlat alapján egész jól megy. És meglátjuk, hogy ez mikor fog materializálni de ebből lesz egy tök jó kis pálya-autóféleség. És most már nem az a YouTube-ra a videót is, mert szerintem az még nincs ki, amikor ez kimegy. Na tessék, van álom. Álom. Uh -huh. Hát most egy kicsit megtépázták az álmaimat ezzel, tehát ez így kellemetlenül jött ki ez a hatóságos sztori, de igazából ugye az az alapkoncepció nekem, hogy ezt a fajta youtubozást, ha lehet, vinni tovább, mindig valamennyit újulni. Tehát ez szerintem egyébként egész jól működött az elmúlt tíz évben, hogy Csináltam dolgokat, de mindig sikerült valamivel újítani, valamit behozni pluszba, vagy valami olyan nem is tudom, formátumot adaptálni, ami miatt még továbbra is az emberek számára valamennyire releváns vagyok. Tehát emberek néznek interneten még mindig, és pont most nézegettem egyébként a statisztikámat, hogy elég jó. Tehát a, a, a videóin nézettsége az nagy részt a feliratkozókból van. tehát Sikerült, Közösség erős. Egy, 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 jó közösséget sikerült összehoznunk. Nem csak nekem, mert azért is Corporation a neve, most már így egy MH de MHV Corporation van kiírva a videó elejére, mert ebben a masszívan belefolytak a barátaim is, akiknek szintén van vagy volt csatornájuk, és csinálgattuk együtt, és ez nem teljesen csak egy egyemberes projekt már, tehát nem igazán teljesen az én értemem. Mert igazából a, a legemlékezetesebb videóim mindig az, amikor vala, valamit együtt csináltunk, valami hülyeséget. Vagy autóért mentünk, vagy bármiért, vagy ha az idekóba -va mentünk valahova, ott szerintem nem is volt olyan epizód, ahol ahol nem, ahol nem maradtunk az útszélén valami miatt. Uh -huh. Nem tudom, mennyire nézted meg őket. Vagy... Ezeket nem láttam. Nem? Nem. Passzus, mit hagyták. Ez egy Ugye? a legjobb szérió egyébként. 30 epizód, és minden epizódban ott rohadunk le valahol is. És... <sítsz> Szenzációs. <sítsz> <És> <sítsz> Igen, tehát Egyébként megértem, hogy miért ezek a legsikeresebbek, mert őrület, amit leműveltünk őrület, amit levőveltünk. Hát ha valaki ugyanúgy lemaradt volna róla, mint ahogy én, akkor azt tessék e, pótolni. Mi is a feliratkozásokat nagyon szépen megköszönjük, illetve hát Tomi csatornájára is a feliratkozásokat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és a, hát csak, így, csak, a számokat vesszük meg az exterzáblákat, akkor már önmagában ez tulajdonképpen az a beszélgetés létre sem jöhetett volna, mert egész egyszerűen, hogy fér bele az időbeosztásodba. De nagyon szépen köszönöm, bele, fél, bele, nagyon bele, szépen köszönöm, hogy időt szakítottál ránk, és még sok-sok siker Kívánok neked, és kívánom azt, hogy a hatósággal is ö, valahogy sikerén kivassalni ezeket a gubancokat, és ö, egy szép világ felé boldog illatban sétáljunk majd így együtt. Hát ezt én is nagyon szeretném. Tomi, legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Ha tetszett az adás, és szeretnél még hasonló tartalmakat nézni, iratkozz fel a Ságer FM YouTube csatornájára, és értesülj elsőként az új tartalmakról.